Bencsik Andrásnál nincs lejjebb. A sajtóklub svábbogarazó propagandistája sikeresen elérte a mélypontot, és egyáltalán nem érzi, hogy mikor kéne befogni. Ugandában egy új törvény szerint azokat a melegeket, akik összeházasodnak, az állam átsegítheti a túlvilágra. És Bencsik András szerint, a mi Andrásunk szerint ez egy jó hír. De van egy jó hírem is, ha megengeditek, mert Afrikáról nem beszéltünk. Biztos, ti is láttátok ezt a hírt, hogy Ugandában a parlament egy LMBTQ ellenes törvényt hozott. Tehát a bubukat, ha összeházasodnak, kivégzik. És az amerikaiak tombolnak. Na most ebben a. Ja, és százszázalékos egyetértése hozta meg ezt a ugandai parlament, amiben az a gyönyörű, hogy ez egy jelzés, az nyilvánvalóan ez az egy jelzés. Voltam az egész világon most ugye az új, új kánon, az új, új vallás, az a, az a másságkultusz, az LMBTQ, tehát a, a bubuk az új szentek. És akkor erre azt mondják az ugandaiak, hogy mi meg jól lenyakazzuk őket, hogyha itt próbálkoznak összeállni kettesével. És ez egy üzenet, hogy Afrika, nem csak, hogy nem vesz részt ebben a szemétségben, hanem szembefordul. Mert Uganda csak egy ország, de vélhetőleg nem. Ők voltak a legbátrabbak. Vélhetőleg a többi is követi. Én alapvetően a szólásszabadság híve vagyok. Amikor törölték a PSTV YouTube csatornáját, nem voltam boldog. Hát egyrészt azért nem, mert kiváló anyagokat biztosítottak a videóimhoz. Mert az ostobaságnak és az aljasságnak az a szintje, amit képviseltek, nagyon sokszor kiváló alkalmat adott arra, hogy kitegyek egy videót. De azzal se tudtam egyetérteni soha, hogyha úgy törölnek egy csatornát, hát hogy nem mondják meg egészen konkrétan, hogy mi a probléma. Ha tudnánk, hogy konkrétan milyen mondatokkal volt gond, és miért, akkor, akkor lehetne arról beszélni, de mivel én nem tudom, hogy mi volt a baj, ezért én se tudok okosakat mondani arról, hogy jogos volt-e a törlés. De amikor Bencsik András ilyeneket beszél akkor tök jogosnak érzem azonnal törölni legalább ezt a konkrét adást, ahonnan csak lehet. De persze a legjogosabb az lenne, hogyha a Bencsik András törölnénk egy időre a képernyőről. Jó hosszú időre. A szólásszabadság ugyanis nem feltétlenül korlátlan. És legyenek is korlátok. Ilyet ne lehessen kimondani sehol senkinek. Mi a fasiszta beszéd, ha nem ez? Én se a vonagábortól, se a többi régi jobbikostól, de még a torockaitól sem emlékszem ilyen dumákra. Más ledarálni egy könyvet, és megint más emberek haláláról így beszélni. Ilyen jókedvűen, ilyen egyetértően. Amikor a Jessiek a Baranyi Krisztináról beszéltek elég gusztustalan stílusban, azt is elítéltem, de az semmi nem volt ehhez képest. Ha azért, vagy hasonló ostoba, ízléstelen aljas kijelentéseket törölni kellett a pstv akkor a hírtévével vagy a hírtévé YouTube csatornájával mégis mit kéne csinálni? Én nem akarom elhinni, hogy ezt meg lehet úszni. Nem akarom elhinni, hogy a fideszeseknek ez belefér. Egyszerűen nem akarom elhinni, hogy a magyaroknak legyenek akármennyire jobboldaliak, fideszesek, mi hazánkosok, bármik, nem fordul ki a belük, ha ezt meghallják. Ha ezt lehet, akkor mindent lehet. De lehet ezt? Szerintetek 2023-ban Magyarországon ez elhangozhat nagyon súlyos következmények nélkül? Mert az egy dolog, hogy az Ábrahám Robert hülye, mint a seggen. Az oké. Okay. Azt is le tudom nyelni, hogy a Jesse egy barom. Az is valahol rendben van, hogy ezek az agresszornak drukkolnak. Idióták, persze, de erről még lehet vitatkozni. De hogy vitatkozol azzal, amit a Bencsik mond? Mit lehet erre mondani? Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy ha az ugandai melegpárok helyzetéről Bencsik tartaná egy kis előadást a házasság hetének valamelyik rendezvényén, Hát akkor mit szólna a kedves közönség? Vagy mit mondana erről Bedő Imre a férfi a klubjában? Ha ezt a szöveget egyszer a klubban elmesélné, mit szólnának hozzá a férfiak a klubban? Bencsik András szerint, amit Uganda művel a meleg házaspárokkal, az egyfajta ellenállás ezekkel a nagyon veszélyes emberekkel szemben. És ez bátorság? Szerinte Uganda most bátor? Hát itt már nem az a kérdés, hogy Bencsik miért szélsőséges? Miért áll az agresszor pártján? miért látja a svábogaraknak a kormányal nem szimpatizáló magyarokat. Itt már az a kérdés, hogy ki nevelte fel ezt az embert? Honnan szerezte ez a mintáit? Ki az, aki nem verte laposra, amikor először észre lehetett rajta venni ezt az alávalóságot? Ha tudtok, mondjatok kérlek példákat arra, hogy mikor mondott ilyeneket bármelyik szélsőjobbos, vagy szélsőbalos, vagy akármilyen politikus, vagy influencer, vagy bárki a nyilvánosság előtt. Mert én nem emlékszem ilyenre. De lehet, hogy csak azért, mert kurvára dühös vagyok. Lehet. Lehet, hogy volt ilyen, csak valamiért nem jut eszembe. Ki fogok tenni egy szavazást, hogy mi legyen erre a reakció. Mi lenne erre a megfelelő következmény? Mondjátok meg ti. Lekéne kéne csukni? Nyugdíjba kéne küldeni? Vissza kéne küldeni Orbán s***jébe és lezárni a kiáratot? Érzékenyítő táborba kéne küldeni? Vagy Ugandába? egy olyan táblával a nyakában, hogy meleg vagyok és házasodni akarok? Én eddig se gondoltam túl sok jót arról a 97%-ról, amelyik mindent elhisz, amit Orbán összehazudik neki, de ha ez következmények nélkül marad, akkor nagyon nehéz lesz nem tiszta szívemből gyűlölni azt a tábort, amelyik ilyenkor jókat kacag. Hogy kell nem gyűlölni azokat, akik ilyeneket mondanak? Hogy kell nem gyűlölni a fasisztákat? Én nem tudom, nekem ez nem megy. Állítólag azért építettük a kerítést, mert nem akarjuk, hogy más legyen a kultúránk. De más lett a kultúránk. A harmadik világ itt van velünk, úgy hívják, hogy Bencsik András. Bocsánat, elnézést kérek a harmadik világtól, nem a harmadik világ van itt, csak Uganda. Pontosabban az ugandai törvények szelleme itt kísért minket a hírtévén. Ezt nem vállalhatja fel még az Ormán Viktor sem. Vagy ha megteszi, akkor odáig süllyed, ameddig politikusnak nagyon régóta nem sikerült süllyedni ebben az országban. Van az úgy, hogy néha egyeseket az út szélén kell hagyni. Vannak esetek, amikor nem lehet a szólásszabadságra hivatkozni, van, amikor az már nagyon kevés. Mivel emberek vagyunk. És egy ember nem beszélhet így. Akkor se a fideszes. Akkor se, ha mi hazánkos. Akkor meg főleg nem, ha lipsi. És akkor sem, ha elvitték az ufók, és kiszívták azt a folyadékot belőle, ami a koponyáját kitöltötte. Ami ott volt az agya helyett. Ez az a beszéd, amit még drábi János se engedne meg magának soha. sem orvai Krisztina, se a betyársereg. Maximum egymás között. Talán. Kíváncsi vagyok, mit fog erre mondani Ferrajt Ádám. Vajon mennyire lesz fair? És mennyire lesz rájt? Right? Hát azt már tudjuk, hogy a bajerék nem sok mindent szóltak erre a műsorban, ott nem igazán szokás elhatárolni semmitől. Tényleg azt hitték, hogy ezt majd nem veszi észre senki? Tényleg azt hitte az András, hogy ha átlépi ezt a határt, akkor nem jön majd a takács normalitás nevű határvadász, és nem kapja el? Nem jön majd kovács emberség, meg szabó humánum? Vagy ilyen határvadászok már nincsenek Magyarországon? A fasizmusra már nem lövünk? Elfogyott a lőszer, srácok? Állatok lettünk? visszamáztunk a fára? unottan nézzük a barlang falára vetített sajtóklubot? És hogyha nem bírjuk hallgatni, akkor levesszük a hangot? Hát eddig én azt hittem, hogy Oroszországot építünk itt 2010 óta, de arról nem tudtam, hogy most már Ugandát is. Oroszország se Európa, a Balkán sem Európa. De most már a Balkán sem elég balkáni, az agresszor meg nem elég agresszív. Lehet jobbra menni, bátran, hajrá! de hogyha a végtelenségig jobbra mész, akkor le fogsz esni a pokolba, barátom, arra a helyre, amitől Ábrahám Robert annyira meg akar téged óvni. Mert mint hallottuk a Robitól, a sátán ugye vár Amerikában él, de a sátán sem elég sátáni azoknak, akik most a bencsiktől benedvesedtek. Nekik az ördög egy szép lelkű social justice harcos. Úgy érzem felkészültünk a háborúra, Annyira rohadtul ki akartunk maradni belőle, hogy lélekben már ott vagyunk az elsősorban Putyin oldalán. És ha ez is átmegy, akkor már az embertelenségünk is teljesen készen van. Tényleg azt hiszi bárki, hogy van innen visszaút? Ebből a mélységből, ebből a mocsokból? Talán, ha az András bocsánatot kérne, akkor lenne kiút. Akkor le lehetne mosni magunkról ezt a bencsik alakú szégyenfoltot. Milyen erősségű hipó kell ahhoz, hogy megtisztuljunk ettől a szentől? Milyen imát kell elmondani a semmilyen Zsoltnak ahhoz, hogy újra európaiak legyünk? Hogy újra emberek legyünk? Hogy fogunk innen visszajönni? Mi lesz így a magyarokkal? Meddig akarunk elajasodni? Mikor lesz vége az őrületnek?